rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autó család tagja. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon Zrt. Az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon Zrt. Az üzleti vállalati tanácsadó. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És természetesen a hallgatókkal, és ők üzennek nekünk a 0630 20 10 909-re, többek között Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, de Messengeren is, illetve e-mailben is az infokukat millásreggeli.hu-ra. És rögtön jelentkezett a szakújságíró kollega azzal, hogy nem hülyék a németek, az amerikaiak inkább, amit feltettél itt a Washington Post cikke kapcsán. Elég hosszan írja, hogy mi a helyzet, ezt majd megpróbáljuk boncolgatni. Köszönjük szépen neki, de most másról kell beszélni, mert hogy van még más hozzászólás és kérés, óhaj-sóhaj is. Alapvetően a hallgatók azt kérdezik, és nyilván erre sincsen egyértelmű válasz, az áram oldala, hogyha a lakossági részt megtermeli olcsón Paks, és eleve ez volt a mondás, hogy miután ezt megtermeli, akkor ott miért kell világpiaci ár? Tehát a teljes lakossági fogyasztás megtermeli, akkor miért kell ott is ezt a... Erre nem kaptunk választ egyébként, hogy... mert valóban így van. Tehát 76, mennyi talán 60? Hát majdnem, de durván kétharmadot megtermel Magyarországon Paks teljes fogyasztásnak, és csak a maradék az import, akkor miért kell a lakosságnak egy részét is világpiaci árra kényszeríteni. Nem tudjuk, tehát ez tényleg egy jó kérdés, erre nem kaptunk választ. Ezt többen forszírozzák, tehát bármi hasonló kérdés fölmerül, ez megérkezik, ezt most többen írták is a hallgatók. Azt mondja, az a húha. Na, nézzük a közlekedést, mert megint össze kell szerveznem, gyűjtenem a többit. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát ott van egy ilyen, hogy M4-es, hát M0-es, óriási torlódás. Az nem véletlen. Ugye az történt, hogy átszakította a szalagkorlátot és felborult egy kamion még tegnap este az M4-es autóúton az M0-as csomópontnál. Ez a 27-es kilométer, a forgalmat mindkét irányból megállították, az autóutat az M0-as üllő között mindkét irányból lezárták. Aki teheti, a főváros felé a jelentős torlódás miatt már Monornál térjen le a 4-es főútra, vagy a Péteri csomópontnál Maglód felé kerüljön. Úgyhogy ez történt, az M0-as tehát ott le van zárva. És van egy baleset is, műszaki mentés is ott a csomópontban, úgyhogy ez tényleg bonyolítja a közlekedést. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Római fürdőzés. Római part. Na, mit történik ott? Azt mondja az obudamost.hu, hogy rendezett körülmények között jó élményeket gyűjtve lehet fürdőzni a római parton, és ha jól látom, akkor a Bors is csinált erről egy riportot, és különböző interjúkat közölt néhány fürdőzővel. Fürdeni ebben a szezonban is csak a bójákkal kijelölt területi fürdőzésre alkalmas partszakaszon van lehetőség, nyitvatartási időben, tehát a kijelölt területen a biztonsági előírásokat betartva, és 120 cm-es vízmélységet jelző bója soron belül. Hát mindegy, végül is meg lehet jól mártózni. A Duna vize azért ilyenkor egy kicsit jobb, mint az állóvizek, a tavak vize, mert azok könnyebben melegszenek fel, és a folyóvíz azért kicsit jobban hűsít ilyen kánikulában. Ráadásul a római az is még hozzásegít a fürdőzéshez, hogy ilyen klassz kavicsos a part, és tehát nem iszapos saras, főleg ott, ahol lehet fürdeni.
illetve homok van, ugye ilyen Duna által szállított homok, illetve a nagy fáknak az árnyéka az több helyre belóg, ott a fürdőpontoknál, tehát nem a napon kell a legtöbb helyen állni. Minden esetre tényleg úgy tűnik, hogy nagyon klassz. Egyébként ezzel valamennyire visszanyerte a római azt a kis ilyen felüdülési pontját a városnak, amit tényleg biciklivel könnyen elérhető, vagy mikromobilitási eszközzel, vagy hévvel, tök mindegy, nagyon gyorsan oda lehet jutni, és hát el lehet tölteni simán egy napot is akár, de fél napot mindenképpen a büfésoroknál, meg a strandon, úgyhogy tök jó kis hely a római. Nem tudom, hogy hányan vannak, írjatok már nekünk 0630 20 10 909, mennyire telített most ez a szakasz a rómain, illetve nyilván tovább lehet menni kicsit több tekeréssel ebben a kánikulában, nyilván ez nem annyira jó, de hogyha ott teker végig az ember a parton, akkor ott azért jelentős része fák alatt van, egészen Szentendrége el lehet menni, és akkor ott a postástrand, az is ki van most építve. Vannak ott mindenféle jó ilyen food truckokkal, kajahelyekkel, a mézes mackó, meg a ugye ez a Teddy Bear-nek az ilyen kitelepült helye, a kacsakő egyel utána, úgyhogy nagyon klassz kis helyek. Ezek is tényleg nincsenek messze. Aki követi a rakpart vitát, a Telex egy újabb opusszal jelentkezett. A szent hevület helyett racionális lépésekre van szükség. Az autóklub szakértője 15 pontban foglalja össze. Igen. Mert hogy eddig, ami történt, azt ő ennek nevezés, tényleg 15 pontban hosszasan elemezgeti, hogy mi lenne racionálisan, miket kellene megvizsgálni. Figyelj, nagyon hosszú, nem megyek volna, felsorolhatnám az összes pontot, ő végül is csak azt kéri, hogy legyen több hatástanulmány, erről az oldalról vizsgáljuk, mert tényleg egy abszolút tök szakmai dolog. Az alagutas verzió az, ami a legtöbb embernek tetszik, de hát az meg szerintem egész egyszerűen pénzkérdés, és nem valószínű, hogy az valaha, vagy hát valaha pont aztán a következő éveknek a költségvetési helyzete, akár költségvetés, ez nagyon akár jó. Akár a főváros oldalán, akár állami szinten ez lehetővé tenne egy hatalmas beruházást, úgyhogy innentől kezdve ez egy kicsit nehéz. Ajtai Szilárd közlekedési rendszer szervező mérnök egyébként, és ő vesz részt az autóklub részéről. A vitában az ő írását lehet elolvasni, tehát a Telexen. A hallgatók pedig, na figyelj, ha valaki ezt nekem megmondja, igen. Ja, mond, mit kell megmondani? Ja, mindjárt, az összeget? Ja, a tüzéját? Nem, akkor mondd még, fontos. Utána jönnek a hallgatók. Hát ugye volt ugye ez, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség titkolta, hogy róla. Mennyi közpénzt, igen, terveznek elkölteni az államalapítási ünnepség idei programjaira. Azt mondott egy részszámot. Az átlátszónak a cikke viszont óriási visszhangot váltott ki, ezért aztán az ügynökség az MTI-nek mégiscsak elárulta a költségeket. Ezek szerint nem drágult 2021-hez képest az augusztus 20-ai tűzijáték. De ez csak a rakéta. Igen, a rakéták beszerzési ára idén is nettó 1,3 milliárd forint, vagyis bruttó 1,6 milliárd forint, és a beszerzés már az év első felében lezárult, tehát az árat pontosan lehet tudni. A rakéta árat. Igen. Többi körítést azt meg nem. Legalábbis, ha jól értelmeztem. Igen. Másrészt, ugye minden eddig dél hosszabb lesz, akkor ugyanannyi rakétával... egységnyi idő alatt akkor lassabban vagy kevesebbet, vagy ritkábban lőnek? Vagy hogy? De amúgy mindegy, mert... Most már 86 ezer fölött van az aláírók száma, akik a közpénz égetés ellen írták alá a petíciót, és azt mondják, hogy nem vesznek részt idén sem a tűzijátékon. Idén ugyanis Európa legnagyobb tűzijátékát ígéri a kormány. De szerintem tavaly is így volt. Mindig ígérik a legnagyobbat. Ugye erről a 20 percről mozdult el, és egyre hosszabb, és egyre szebb, és akkor ez most megint nyilván, csak a mostani megszorításos helyzetben kicsit nyilván visszaes ez. Érthető. Na. Azt mondja, hogy hát figyelj, ebből, ha valaki megállapítja, segítsünk a kedves hallgatónak, jó. Hát ha, keresek egy dalt, amit még május-június folyamán is biztosan játszottatok. Igen. Egy, a hangja alapján talán Fekete Hölgy által énekelt, igen, tempósabb szól szám volt, igen, dallam tapadásos refrénnel. Na, ennyi az információ, ebből kellene. Te van. Fú, várjál. Nem mondd, hogy van ötleted. Hát ez annyi minden lehet. De a Millás reggeliben játszottunk, vagy maga a Jazzy Rádió játszotta? Ez hát ez jó fontos. Kérdés. Gondolom, hogy a Millás reggeliben is szólt. Oké, megpróbálom megkeresni. Van Fú, egy pár azt gondoltam, hogy Endre is azt fogja mondani, hogy ez kevés lesz, ennyi info.
tapad a dallam. Hát figyelj, azt mondja, de... hogy hölgy énekli. Tehát itt már leszűkítettük a felére. Hát, a felére, jó, hát oké. Okay. Rendben, megpróbáljuk. A dallam tapad, mindegyik. Mi próbálunk olyanokat játszani, ahol tapad a dallam. Majd ez sokat talán nem szűk. Jó, de elszűkítettet nyilván sok instrumentális, meg minden, mondjuk nálunk talán keresem. Májusban játszottuk utoljára? Mert májusban is, júniusban is. Ja, ez júniusban is. Na mindegy, jó, megkeressük. Hallgatók is segíthetnek. A Millásban volt, megírta egy okay, úgy, hogy akkor viszont. Akkor így. Próbálkozunk. Így egyszerűbb lesz. Még egy gyors közlekedési info frissen érkezett. Árpád híd, Pesti híd fönn, Buda felé elakadt kamion, Váci úti felüljáróig áll a sor. Köszönjük az infokat, várjuk a továbbiakat is. És akkor még egy kiegészítés, illetve azt rosszul mondtam, hogy kevesebb, mint a felét termeli Paks, mármint a magyar villamosenergia termelésnek. A hazai termelésre mondtam a kétharmadot, igen, Paks, és akkor azon felül van még egy csomó más, és itthon termeljük a kétharmadat, lehet, hogy akkor pontatlanul fogalmaztam, legalábbis én így tudom, ha nem, akkor a hallgató ismét úgyis kijavít. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.